Köszöntjük kedves nézőinket, Lechner Henrietta vagyok, Önök a hegyalja körképet látják. Mint mindig, ebben a hónapban is a hegyalján kalandozunk. Ma egy gyönyörű környezetben, a Bodrogon. Szarka vendégház, bisztró és borászat Mádról. Tokaji víziturizmus a Bodrogon és a Tiszán. Kossuth szülőföldjén a levendulától illatos monokon barangolunk. A mai napon Tokajba látogatunk el, ahol a víziturizmus rejtelmeibe avatjuk be Önöket. Elmegyünk a Bodrogra és a Tiszára is evezni és hajókázni egy kicsit. Sokszor még a tokaiak is megkérdezik, hogy mit lehet itt csinálni mondjuk egy hétig. Hát gyakorlatilag nagyon kevés olyan hely van, ahol ennyi mindent lehet csinálni, mint pont Tokajba. Itt ülünk a Tisza és a Bodrog összefolyásánál szinte, egy gyönyörű táj vesz bennünket körbe, körülöl el itt Tokajt a Bodrog és a Tisza, és hát itt hajókázni, vagy egyáltalán a vízi turizmusban élni, dolgozni szerintem egy felemelő élmény lehet, de erről meséljen nekünk Gabi bácsi egy kicsit bővebben. Hát való, ugyan jött? Valóban az világéletemben arra vágytam, hogy a Tisza mellett éljek. Állatorvos a szakmám, és az első munkahelyemet is úgy választottam, hogy a Tisza partjára, ez volt Balsaközség innen 10 kilométerre. Aztán Rakamat szintén ugye vízparton, és mai napig itt vagyok Rakamaton, mert ugye a folyónak az oldala Rakamaz a vízparton. Megvásároltuk a rendszerváltás körül a rakamazi volt úttörőtábort, és egy ilyen ifjúsági szállást hoztunk létre, elsősorban vízi turistáknak. Vettünk hozzá kajakokat, kenukat, ennek olyan 25 éve lehet. Én is fiatalabb voltam, még többet eveztem, és telt múlt az idő, mindig vettünk még hozzá valamit. Milyen nehézségi szintje van egyébként ezeknek a vizeknek egyáltalán? Kezdőként neki merhetünk-e vágni akár? Én azt gondolom, hogy ha nem árad a folyó, akkor a tiszalöki duzzasztógát, az tőlünk 20-22 kilométerre van, és szinte áll a víz. Ha van egy kis áradás, akkor folydogál, de tehát ez nem az a törvénylő Tisza, ami a Petőfi versében Nagyarnál meg van örökítve. Ez egy nyugodt alföldi folyó képét mutatja, és az elhatározások kívül más nem igazán kellett a vízitúrázáshoz. Megváltoztak a szokások, tehát amikor mi ezt kezdtük, a 90-es években a nemzetközi Tiszatúra, ami most július 25-én fog indulni Tiszabecsről, az a 4-500 ember érkezett meg egyszerre, és ez egy külön örömünnep volt, mikor ők megjöttek. Most sajnos ez a létszám ilyen 30-40 főre zsugorodott össze. Mennek az ilyen félnapos, egynapos vízitúrák, a raftingok, tehát ami ebben a felgyorsult világban az embereknek az fér be az életébe, hogy kijön, evez egyet, visszaül az autójába és hazamegy. Ez a hagyományos ilyen, hogy egy hétig jövök le, ugye ott sátorba kell aludni, mert kiszámíthatatlan, hogy meddig jut. Nincs is olyan infrastruktúrája a folyónak, hogy ott valaki szállodában lakasson végig. Azt látjuk, hogy a kerékpárokban viszont kerékpározásban nagyon visszajött ezek a kerékpártúrák, és mivel a két történet nagyon hasonlít egymáshoz, bizakodunk abba, hogy ugyanígy a kerékpár után ezek a hosszabb vízitúrák is vissza fognak érkezni. Amikor arról beszélgettünk, hogy víziturizmust nem csak kenukban, illetve motorcsónakokban lehet, mint amiben mi is ülünk, utazni, bár lényegesen gyorsabb egy motorcsónak, de ha szeretnénk és tényleg csak egy városlátogatást tennénk a vízről, arra is van lehetőségünk itt Tokajban. Erről meséljen nekünk egy picit. Hát nem mindenki ragaszkodik, hogy közelről ismerje meg a vizet. Adottak vannak ezek a sétahajó kirándulásaink Tokajban, ezek egy órás programok, illetve a fesztiválkatlan rendezvényeihez kapcsolódóan vannak vacsorahajós programjaink, ezek a szombati napokon az előadások előtt van. Távolabbi úti célokat nyáron nem szoktunk kitűzni, Sárospatak, ami egy olyan távolságra van, ami még ezekkel a hajókkal járható, illetve a Szabolcs-községben a Földvár. Oda szervezünk kirándulásokat, inkább szeptember-októberben, amikor nincs már ilyen meleg. Jelenlegi helyzetben mindenki azt a megoldást keresi, hogy takarékosan tudjon pihenni és nyaralni. Hát erre a vízi túrázás a legalkalmasabb, mert napi 1000 forintért kap egy járművet, amivel oda megy, ahova akar. Igazából nem kötelező Magyarországon ma kempingbe aludni, tehát megaludhat bárhol útközben.
miért és kinek ajánljuk a vizitúrákat? Ez még egy ilyen nagyon kardinális kérdés. Hát mindenkinek, aki hajlamos egy bizonyos kényelmét feladni. Tehát aki a négy csillagos wellness szállodában érzi jól magát, az ne próbálja ki. Annak nem való. Annak nem való, mert itt igen, sáros lesz, homokos lesz, nem fogják kiszolgálni napközben. Aki ezeket tudomásul veszi, az bárki jól fogja érezni magát. Tehát aki közel érzi magát a természethez, annak mindenképpen ajánlott a vizitúra. Igen, családoknak nagyon jó, összetartja a családot, egy hajóba ülnek, együtt kell levezni, kimondottan jó családi program. Vannak ilyen visszatérő családos társaságok, van, ahol csak az apukák jönnek a gyerekekkel, az anyukák akkor szabadságot kapnak, de egész családoknak is jó, de mondom, ez a papa, gyerekek, táborok, ezek elég jól működnek. A mai napon ellátogatunk Mádra, ahol egy mesterhármast vizsgálunk meg, bisztrót, borászatot és egy vendégházat is. Csodálatos panorámában lehet annak része, aki ellátogat hozzátok, és hát nagyon sokrétű a szolgáltatásotok. Mondhatni, egy egész csomag ajánlatotok van itt Mádon, hiszen a bisztrótól a vendégházon át, a borokig, a pincészetekig minden megtalálható nálad. Hogyan jött az életedbe egyáltalán az, hogy vendéglátással foglalkozz? Középiskolát ott kezdtem el, Miskolcra mentem, a Belzebicibe végeztem, és valahogy egyébként mindig is közel állt hozzám, és szerettem csinálni. 2018-ig csináltam a vendéglátást, de már közben elkezdtem építeni, úgymond a saját kis üzletemet, mert hogy amúgy ez egy, ami most létrejött a bisztróval, egy ilyen hármas egység, ami áll egy pici vendégházból, egy 2,5 hektáros borászatból, és egy, igen, és ez egyébként ez a 2,5 hektár, ez picinek számít, egyébként hozzá kell tenni. És 2019-től csatlakozott hozzá a bisztró is. És így egy komplex csomagot tudok nyújtani, vagy kínálni az ide látogatóknak. Azt mondtad, hogy 2018-ig foglalkoztál a vendéglátással, hát szerintem ez is vendéglátás, úgyhogy nem estél te ki, csak egy kicsit váltottál. Igen, váltottam, meg igazából nem másnak dolgozok vendéglátásban, hanem a sajátomat viszem. Fontosnak tartom kiemelni, hogy ez a bisztró, úgy is hirdetem a Szarkalá bisztrót, mint a pincészet, a Szarka pincének a referencia éttermét. Ugyanis nagyon hiszek abban, hogy egy bor szebb arcát tudja megmutatni, hogyha étellel együtt mutatjuk, tesszük le az asztalra. Elvégezted a borásziskolát, amikor eldöntötted azt, hogy jó lenne saját borokat készíteni. Hogyan jött egyáltalán az ötlet? Ha jól tudom, te borokat mutattál be annak idején, vagy ez is a profilodba tartozott? Azokon a helyeken, ahol a vendéglátóban dolgoztam, mindig egy fontos eleme volt azoknak a vendéglátó egységeknek a bor, tehát úgymond borfelszolgáló, vagy szommelier is voltam, így van. De hogy én mindemellett már elkezdtem 2005-ben a sajátot építeni a vendégházzal. És hogyha a vendégházba már jöttek saját vendégeim, ott pedig akartam mutatni saját bort, ezért indult el a pincészet. Milyen borokat készítesz egyáltalán? Mik azok, amik közel állnak hozzád? A szortimentem viszonylag jól le van tisztítva. Van egy harmadik évjáratban készítek el egy Mazzo Fantázia névre keresztelt gyöngyözőbort, ami ugye a könnyed, fiatalos, lendületes ízvilágot képvisel, és most valljuk be, divatja van egyébként a buborékos italoknak. Készül egy, ami az asztalon is látni mutatom, és a Mád Furmin, tehát a településünk nevét viselő, egy település szintet képviselő furmint. Neki szokott lenni egy házlevelű változata, aztán egy szinttel föntebb lépve, de még szárazboroknál maradva van a dűlőszelektált tételem, ami egyébként a juharos névre hallgat. A juharos az egy dűlő, egy
pici kis történelmi adalék, hogy a regéci várban szolgáló juhászokat a korban akkor juhároknak hívták, ők jártak ide ki, művelték meg ezt a területet, és vitték fel a termését, magát a szőlőt, és készítettek belőle bort a regéci várba. Szóval a regéci várba is már a juharos termését itták az 1600-as években. És készülnek egyébként édesborok is, hiszen Tokaj egy édesboros borvidék, főként így készítek késői születelésű borokat, valamint a mindennek a csúcsát, a Tuttenes Asszút. 50 partnerem van körülbelül, szinte az összes Michelin csillagos helyen bent voltam. Ezért ez nagy szó, hogyha egy Michelin csillagos étterembe válogatja a bor kínálatába a te borodat, nem? Igen, tehát ez egy nagyon jó visszacsatolás, hogy jó úton jár az ember is, és egy jó leső dolog, hogy olyan millióben tudja megmutatni a borokat, mert valljuk be, most igazából bárhol el lehetne adni a bor, de hogyha ez egyébként egy olyan helyen van felszolgálva, ami nagyon elegáns, nagyon előkelő, az azért az úgy közelebb áll az embernek a szívéhez. Szívet melengető, ugye? Igen, igen, igen. És ha már ugye itt tartunk, térjünk vissza egy picit a bisztróhoz, mert te is ezt találtad ki, hogy az étel és a bor párosítás az mindenképpen meglegyen itt egy helyen, a te hármasodban, vagy szent háromságodban, ha úgy tetszik. Milyen ételeket és egyáltalán milyen alkalmakkor szokták kínálni a vendégeidnek? Ugye az évtől, tehát a 2021-től, amikor a Covid után el lehetett indulni, akkor onnantól kezdve minden pénteken és szombaton nyitva vagyunk. Egyébként be is lehet jelentkezni, és hogyha az idő engedi, akkor lehet, hogy a hét más napjain is kinyitunk, de a lényeg az, hogy ami fix, az a péntek szombat, és egy nagyon pici étlappal, egy kis választékkal tudok szolgálni, viszont az minden nap szinte frissen készül aznap, és hogyha úgy meg kellene mondani, akkor egy ilyen egyszerű, jóvágású, nagyon sok helyi alapanyagot felvonultató bisztróételek. Nagy kedvenc és nagyon egyszerű étel a hideg ízelítő hegyaljáról, amiről egyébként azt szoktam még mondani, hogy semmi sincs 15 km messzebbről, és a kis régiónkból, például Medgyasszóról, mangalicakrém a mangalicafarmról, Tarcali Hentestől, a Sárosi Gabitól egy füstölt kolbász, édesapám által készített hasalja szalonna és füstölt sonka, nejem által készített hordós savanyúság, és egy Rátkáról, egy kézműves pékségből egy kovászolt kenyér. De hogy mondjak egy picivel módosabb ételt is, roston sült kacsamás párgával, eperrel és rebarbarával. Azért ez egy eléggé hangzatos kis dolog, hát az ételeket kikészíti, de akkor ezek szerint erre nem vállalkoztál, hogy szakácsiskolába is beiratkozz. Hát én az a vendéglátós végzettségem, az tartalmaz egyébként a szakács szakmát is, és egyébként, amikor csak mondjuk 4-5 ember jelentkezik be egy borkostrúra és kér ételt, akkor viszont én főzök. Tehát főzök is. Mindent is. Mindent is csinálsz. Mindent is csinálok. Nagyon jó. Zseniális. Ahogy nézem a dűlőket, nem azt érzem, hogy Mádon vagyunk és Magyarországon vagyunk. Lehetne ez a hely bárhol. Miért pont Mádra álmodtad ezt meg? Hát mert ide születtem, tehát ez nagyon egyszerű volt a dolog. Ezt dobta a gép, úgyhogy... Nem én jöttem, ide keveredtem, vagy itt rakott le a gólyak, mondjuk így. Téli-nyári szálláshelyként üzemelsz, ugye? Hogyan tudod fogadni a vendégeket, vagy egyáltalán milyen rendszerességgel látogatnak el hozzád a vendégek? Nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy a hétvégi vendégeim vannak, tehát péntek munkavégeztével érkeznek, de hogyha főként Budapestre vagy Dunántúlra érkeznek, akkor valamikor péntek délután megérkeznek, és vasárnap pedig mennek haza. Hát inkább ilyen hétvégi szálláshelyként üzemelsz. Így van. Milyen stílust képzeltél el, hogyan alakítottad a helyhez, a természeti adottságokhoz? Egyébként ebben a stílusnak a kialakításában és a dizájnban az teljesen a feleségemnek az érdeme. Van úgy, hogy azért jönnek csak fel,
hogy mondjuk egy, hogy ide álljanak és egy képet készítsenek és a közvetet. Nagyon jó hangulata van a helynek, tényleg, tehát hogy így bejössz és tényleg azt érzed, hogy ez a hely bárhol lehetne a világon. Lehetne Toszkánában is. Mondhatjuk, hogy fix programok a hétvégi események, tehát a péntek-szombat bejöhetek, bort kóstolhatok. Igen. Covid után a belföldi turizmus megélénkült. És ebből mi is kaptunk egy jó kis szeretet, tehát itt Mádra is több turista látogat, és igen, van értelme annak, hogy péntek-szombat be tudjon egy turista tévedni egy én hozzám, ahol bort kap, ahol ételeket kap, és egy ilyen milliót. Mai kalandozásunk legvégén pedig ellátogattunk Monokra, Kossuth Lajos szülőhazájába, ahol meglátogatunk egy kávézót, különleges süteményeket fogunk enni, és a kávézó történetéről is mesélek majd. Kossuth Lajos emlékházával szemben annak idején egy sima busz megálló állt, amit nem nagyon használtak, éppen ezért a helyi polgármester kitalálta, hogy legyen ebből egy kávézó. A kávézó kialakításának lehetőségével immáron beülhetünk és ihatunk egy kávét, vagy ehetünk fantasztikus süteményeket, amiket itt helyben készítenek, méghozzá egy cukrászmester, aki házi sütiket készít. Monok híres a Bob fesztiváljára, eddig már 7 alkalommal is megrendezték. A pandémia azonban közbeszólt, így sem tavaly, sem pedig ebben az évben nem rendeznek Bob fesztivált. Ám sem a helyiek, sem pedig az ide látogató vendégek nem maradnak rendezvény nélkül, hiszen a holnapi napon egy csodás toszkán esten lehet részt venni itt Monokon. És ha már levendula, pláne toszkán est, akkor mi más lehetne a helyszín, hanem a Levendula ház, ahol a fantasztikus és fergeteges hangulatról a szicíliai énekes Erox Martini fog gondoskodni. Az est háziasszonya Kiskata, az ételekről pedig Bernák Józsi gondoskodik. A kulináris élményekben emellett helyiek is gondoskodnak majd a finomságokról, hiszen kézműves termékekkel érkeznek majd sajtosok, valamint borászok. És ha már erre járnak, mindenképpen látogassanak el Kossuth Lajos emlékházába, szembe pedig mindenképpen térjenek be a Levendula kávézóba egy frissítőre vagy egy kávéra, és kóstolják meg Réka fantasztikus házi süteményeit, vagy vásároljanak a közfoglalkoztatottak által készített termékekből. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, Önök a Hegyalja körképet látták. Bízom benne, hogy tetszett, amit láttak, így legközelebb is velünk tartanak majd. Addig is nézzék vissza minden adásunkat Facebook oldalunkon, vagy kövessenek bennünket weboldalunkon keresztül. Tartsanak velünk egy hónap múlva is, a viszontlátásra!